A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, irodalomkedvelők, rövidesen önök is kézbe vehetik Bakony István áradó versbeszéd, vázlatok Balázs F. Attila irodalmi munkásságáról című új kötetét, hiszen még nem volt meg a bemutató. Ahogy ő fogalmaz, magyar költőről és íróról van szó, ráadásul egy kisebbségből származó alkotóról. Versvilága ebben a környezetben fogant, ám egyértelmű, hogy mondandója át tud törni a földrajz és a szellemi határokon. Erdély, a felvidék és az anyaország hármasságát emlegethetjük a forrásvidékek közül. Innen indult el a tágas nagyvilágba Balázs F. Attila életműve. Ajánlom önöknek is, vendégem pedig természetesen Bakony István, a szerző, József Attila díjas irodalomtörténész. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. No, hát igen, az a hármas egység az egy fantasztikus dolog, hiszen ne feledjük, hogy Ditrón érettségizett, aztán Gyulafehérváron járt a hittudományi főiskolára, Bukarestben szerzett könyvtárosi műfordítói diplomát, aztán Csíkszeredán volt könyvtáros, és hát elindult egy olyan úton, ami egész egyszerűen megdöbbentő, hiszen megnéztem az életrajzát, ennyi elismerést egyszerűen lehetetlen feldolgozni. Inkább nem is beszélek róla, hanem szólaljon meg az a gondolkodó, aki vette a bátorságot, hogy megéri ezt. Ez nem is életrajz, hanem sokkal inkább a köteteiből egy-egy szemelvény. Kezdjük azzal, hogy honnét jött az a gondolat, hogy ezt elénk tárd. Azzal kezdem, hogy ismerkedtünk meg Balázs F. Attilával. Jó pár évvel ezelőtt, mint az Abart kiadó vezetője, és egyébként a XY legszebb versei című sorozatnak a kiadója megkeresett azzal az ötlettel, hogy szerkesszem meg Fellinger Károlynak, a felvidéken élő költőnek a legszebb verses kötetét, és akkor ismerkedtünk meg tulajdonképpen. Én tudtam róla, de nem foglalkoztam az ő életművel különösebben. Fellinger Károlyjal is akkor kezdtem igazából foglalkozni, ha jól emlékszem, ez 2016-17-ben volt. És miután megjelent ez a kötet, Dunaszerdáján volt egy nagyon szép bemutató, nagyon elegáns vendégség tartozott még mindehhez hozzá, és akkor ott kezdődött ez a kapcsolat. Egyébként Fellingerrel is akkor kezdődött igazából, és akkor később róla is sokat írtam, sok mindennel foglalkoztam. Az előbb azt a hármasságot említette teljes joggal, hiszen az erdélyi származás, a felvidéki életszakasz, és aztán a magyarországi, anyaországi, ha úgy teszik, beteljesülés mellett azonban azt kell mondanom, hogy, és ezt írom is a bevezetőben, hogy valószínűleg világszerte ő a legismertebb mai magyar költő. Ez annak köszönhető egyébként, most ez nem tömegeket jelent nyilvánvalóan, nem embermilliókat, de azok közé tartozik, hozzáteszem, hogy még Petőcz András, Zalán Tibor is ebbe a sorba sorolandó, Turci István elejük meg eszembe, akik nagyon sokat járnak különböző nemzetközi költőfesztiválokra, és ezek a jelenlétek egyébként nyilván a szakmai kapcsolatoknak is köszönhetően olyan, főként Balázs F. Attilánál olyan dömpinget eredményeznek, hogy rengeteg műfordítás kötete jelent meg, rengeteg idegen nyelven, felsorni is lehetett, hogy hány nyelven jelentek meg a kötetei szerte a világban, de itt a legtávolabbi vidékektől, Koreától, Dél-Amerikáig sokfele lehetnek kalandozni, de azért azt is hozzáteszem, hogy mint romániai magyar származású író és költő különösen fontosnak tartja a műfordító, hogy például a román költészetet népszerűsítse, és egyáltalán ehhez a régióhoz tartozó irodalmat. Ugye úgy fogalmaztál, hogy áttör a földrajz és szellemi határokon,
ami egy nagyon-nagyon fontos történet, hiszen ahogy mondtad, felsorolhatatlan, hogy hol mindenütt jelentek meg kötete és mennyi, illetve hát az írásai, és ehhez persze kapcsolódnak azok az elismeréseket, amelyeket átvehetett. Viszont az indítatásnál nagyon érdekes dolgot fedeztem fel, amikor olvastam, hogy azt mondtad, hogy Szilágyi Domokos, Juhász Ferenc, illetve Villon Baudelaire és adott esetben Ginsberg is tetten érhető az ő. Hát igen, mert mint költő, és most elsősorban a költőről beszélünk, bár novellistaként is számottevés a Casanova átalakulásait című novellás kötetét is elemzem ebben a kis monográfiában, nevezzük talán így ezt a könyvet. Azonban a világirodalmi és a magyar irodalmi hatások is kimutathatók kétségkívül a lírájában, és hogyha Ginsberget mondjuk, akkor ugye a beat költők jutnak eszünkbe. Vannak is olyan versei, és erről is lehetne hosszasan beszélni, amelyek formailag is nagy gazdagságot mutatnak, mert például van egy Minimál című kötete, ami azt jelenti egyébként, hogy a legtömörebb művek is a életművéhez tartoznak. Hozzáteszem, hogy a mai magyar és világirodalmi költészetben is ez egy törekvés, azt hiszem. Most én számomra a legkarakterisztikusabb példa a magyar lírából Pilinszkijé, aki ugyancsak sokszor a végső tömörítésre törekedett. Igen, ez már a pozsonyi verseihez kapcsolódik mindenképpen. De maradjunk még ott egy kicsit Erdélyben, illetve Romániában, ha úgy tetszik. Van egy ilyen megfogalmazása, mármint a mi költőbarátunknak, hogy híd szív és szív között ablak, mely szépségről szépségre nyílik. Igen. Azt hiszem, ezzel nagyon sokat elmond arról, hogy ő miként gondolkodik a világról. Ez alapgondolat, és az egész életművét is, nem csak a írói költői tevékenységet, nem csak a műfordítói tevékenységet, de a könyvkiadói vagy folyóirat szerkesztői tevékenységet is meghatározza. Hát a híd. Ugye a híd az egy óriási szimbólum. Nem csak a irodalomban, az a művészetben, de a hidak építése ugye az mindig valami szimbolikus tartalommal is bír. És én azt hiszem, hogy főként itt ebben a térségben, ahol élünk, Közép- és Kelet-Európában, ahol oly sok viszály dúlt a különböző nemzetiségek között, ha egy költő ezt, és egy irodalom már, egy alkotó ezt a célt tűzi ki maga elé, akkor ez rendkívül jelentős. Tegyük hozzá, hogy persze a magyar költészetben is megvannak itt az ősei, hiszen Adi vagy József Attila is igen sokat foglalkozott, vagy Németh László, aki a különböző népek közötti tejtesféliséget említette. Az megint más kérdés, hogy a politika sajnos erről nem mindig vesz tudomást is, de a legnemesebb értelemben vett, legnemesebb szándékú írástudók ezt mindig is hangoztatták. Ugye az első út, mármint az életének az első szakasza Erdélyben, tehát Székelyföldön jelesül, 13 évig volt a Csíkszeredai megyei könyvtár könyvtárosa, ennek negyed század édestova, hiszen 1990-ben indult el, és Felvidékre. Mi volt ennek az oka? Hát bele kell helyezkednünk a korba nyilvánvalóan, érték őt is méltatlan támadások, és én azt hiszem ez játszott igazából szerepet abban, hogy Felvidékre távozott. Minden mellett a szülőföldhöz egyébként Marosvásárhelyi születésű. Ja, teszem hozzá, hogy az édesanyja viszont Radnóton született, és ez a város most néhány héttel ezelőtt díszpolgárává választotta Balázsef Attilát. Viszont ha ezt a földrajzi és szellemi tájat egy szerves egységnek képzeljük, már pedig miért ne képzelnék annak, hiszen a kisebbségben élő magyarság ugye független az országhatárokról mindig is próbált hidakat építeni egymás között, akkor azt gondolom, hogy ebben nincs semmi rendkívüli. Számosan voltak, ugye Erdélyből, Magyarországon is nagyon sokan települtek át a Ceausescu korszakban, vagy éppen adott esetben később, és például a mai magyar irodalom térképéhez az Erdélyből, vagy éppen Délvidékről, mert Fenyvesi Ottó jut eszembe például, aki a Délvidékről jött, és Veszprém megyében élő költő és író. Szóval ebben semmi rendkívüli nincs, mert mondom, nagyon sokan jöttek át, vagy mentek másik területre. Ugye te úgy fogalmaztál, hogy új utak, új hang, Pozsony kapcsán, ugye ez 2010-ben, tehát ahogy mondtam, negyed százada történt idestova, és hozzátetted, hogy itt jöttek az új hang, ha úgy tetszik, Pilinszky, Vörös Sándor, Tandori.
Igen, érdekes, mert olyan hatásokat, olyan ráható költőket tudunk felsorolni, akik nem ugyanazt a hangot képviselték, és végül is én úgy érzem, hogy az ő életművében is ezek a hangok, ha úgy tetszik, megtermékenyítették az ő líráját is. Ha szabad, akkor hangozzék el néhány verset, jó, és azt javaslom, mert nem akarok túl sok mindennel foglalkozni, de például az első önálló kötetének, a Maszkoknak, ami elég sok nehézség után jelent meg annak idején. Ugye van néhány olyan idézete, és nem magamtól szeretnék idézni, hanem tőle, amely azt hiszem, hogy mindenképpen fontos. Például most akkor prózából idézek egy arszpoétika-szerű vallomását, azt mondja, hogy a költészet számomra életmód, világnézet, ablak a világra, és olyan világnyelv, amelyet minden jó szándékú, nyitott, értelmes ember megértést tovább, és akkor itt beszél a hídról, amit te is említettél. És ez a korai verses kötet, az első kötetek ugye az útkeresés példái szoktak lenni egy költő életművében, de tulajdonképpen az, hogy hosszasan érlelődött, az azt is jelezte, és azt is mutatja, hogy tulajdonképpen egy nagyon érett hangnak vagyunk a tanúi, hogyha beleolvasunk az első kötet verseibe. És az is igencsak érdekes ebből a szempontból, hogy egy töprengő, vívódó költőről van szó. A Missa Bestiaris című verséből hadd idézzek néhány sort. Mea culpa, mert vittem valamire, mert nem vittem semmire, mert jó vagyok, mert gonosz, mert ragaszkodom anyanyelvemhez, mert elfelejtettem azt, mert elmegyek, mert maradok, mert szólok, mert hallgatok, mert hiszek, mert nem hiszek semmit és senkiben. És így lüktetnek ezek a versorok. Igen, hát benne vannak a dilemmák. Az a belső lelki küzdelem az egyértelműen benne van, az állításoknak és a tagadásoknak a egymásnak feszülő minősége. No, viszont ugye megérkezett Szlovákiába, Pozsonyba, azonnal a Pozsonyi Szabad Újság szerkesztője lett, a Szlovák Rádió magyar adásának és a Pozsonyi Új Szó napilap munkatársa és a Pozsonyi Madács könyvkiadó menedzsere. Tehát miközben ugye arról beszéltünk, hogy új utak, új hang Pozsony, azért már is annyira elfoglalt volt, hogy igazából nem is tudom, hogy mikor ért rá verseket írni. Ez mennyiben változtatta meg az őt? Egy kicsit térjünk ki rá. Ezt a műfaji váltást. Itt a Casanova átváltozására gondolok, ami 2012-ben jelent meg, és te is míves szavakkal írtál róla, mert ez egyébként én is beleolvastam, egy fantasztikus. Hát egyetlen novellás kötet, egyetlen próza kötetet tulajdonképpen az általam elemzett kötetek közül. Hozzáteszem, hogy és a vele készült interjúban erre rá is kérdezek, egy interjú is van ebben a kötetben, amit vele készítettem, és emlegetem, hogy a líraiság a novelláiban is időnként jelen van, és hát akkor azt mondja, hogy persze nem tud kibújni a bőréből. Ugye a Casanova sokak által ismert régi figura, ez a nőfaló alak, akinek meglehetősen kalandos élete volt, de ez csak egy ürügy arra, hogy egyéb szellemi kalandokról is értesüljünk ezekből a novellákból. Egy nagy játék. Tehát tulajdonképpen a költészetnek és a prózának is a lényeges tartozik, azt hiszem, a játék, ami megnyilvánulhat nyelvi játékokban, megnyilvánulhat az élet egészére vonatkozó játékokban, és József Attila milyen fontosra tartott egyáltalán ezt a fogalmat. És én ilyen izgalmas játéknak gondolom ezt a fajta kirándulást. Az, hogy járja Európát és járja a Kárpát-medencét, az ebben az értelemben természetes, hiszen ugye tudjuk, hogy itt csak a felsorolás szintjén Európai Tudományos Művészeti Irodalmi Akadémia tagja, a Magyar Írószövetség, ez mondjuk természetes, a Romániai Írók Szövetsége az már annyira nem ebben az értelemben, Erdély Magyar Írók Ligája, tehát meg annyi olyan közlési lehetőség tulajdonképpen, megnyilvánulási lehetőség, ami azért furcsa. Hát én nem tartom furcsának, mindenesetre egyedi. Az biztos, egyedi. Mert ebben ő kivétel, és hát egy óriási utazó. Ugye amikor telefonon felhívom, akkor sose tudom, hogy éppen a világ melyik szögletében van. Most legutóbb éppen Erdélyben volt egyébként, amikor legutóbb beszélgettünk, és akkor jeleztem neki, hogy megkaptam a könyvnek a példányait. Ő még nem látta egyébként addig, de egyébként a kéziratot ismerte. A későbbiekről egy kicsit idézzünk tőle.
mert azt hiszem, hogy ha egy-egy vers kapcsán egyébként bárhol nyitott ki, tehát fantasztikus nem csak azt, amit írtál, hanem az is, amiről írtál, mert bármennyire is felgyorsult a világ, néha azért meg kell állnunk egy-egy ilyen vers kapcsán. Most kinyitottam egy helyen, mondtad, hogy bárhol nyitott. Ez a Víjon nyakendője, elég morbid a cím, Víjon nyakendője című verses kötetéből való, és itt egy nagyon, hát hallgassuk meg, hogy a Nagy festő című költeményben milyen részletek vannak. Színpompás őszi táj, akár egy festmény, melyen még nem száradt meg a festék, kézre gondolok, mely az ecsetet fogja, és szeretetét színekkel fejezi ki, mert a szavak tökéletlenek, és kevesekhez szólnak. Hát ugye itt is nem tesz más, mint nagyon puritán eszközökkel a testvérmúzsa szellemi tartományaiba tesz kirándulást, ha úgy tetszik, és azt mondja, az emberi szó alkalmatlan. Ez elgondolkoztat egyébként egy költő tollából vagy szájából, hogy azt mondja, hogy kevesekhez szólnak a szavak, és hát nem, és a szavak tökéletlenek. Rendkívül határozott elképzelései. Igen, de ugyanakkor jelzi azt is, hogy a festmény, a festészet, szerintem leginkább egyébként a zene, sok minden olyat ki tud fejezni, amire a ha úgy tetszik, a emberi szó alkalmatlan. Persze ebben azért van valami ironikus megközelítés is, mert ugyanakkor meg a költő, nem csak az ő életműve, de minden költő, jelentős költő életműve éppen cáfolja mindezt, hiszen a szavakkal tudnak olyan dolgokat kifejezni, amelyek a hétköznapi nyelven valóban elmondhatatlanok. Az mit gondolsz arról, hogy megerősítést jelent számára, hogy bármerre jár a világban, elismerések övezik? Itt kézzelfoghatóra is gondolok, tehát nem csak az irodalombarátok, hogy olvasmányosak olvassák a verseit, hanem az is, amivel elismerik. Ebben biztos vagyok, de ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy valahogy az itthoni elismerése mindez idáig késett. Tehát itt nincsenek különböző díjai, amelyeket Magyarországon kapott volna. Igen, viszont egy oldal a díj. Hát igen, a világszerte óriási elismerések vannak, díszpolgári címek, fesztiváldíjak, stb. Mondom, ez a, hogy most a édesanyja szülővárosa Radnót díszpolgára fogadta, ez is egy szép gesztus. Azt hiszem, hozzáteszem, hogy éppen ebben az évben ünnepelte a 70. születésnapját, januárban volt 70 éves, és amikor ez a kötet ötlet megszületett, akkor ez is munkált egy kicsit azért bennem, hogy a 70. születésnap az alkalom lehet egy összegzésre. Ha már összegzésről van szó, ugye ez a 40. köteted. Igen. És mi motivált abban, hogy őt választ? Mert azért ez egy nagy kihívás. Hát hiszen valljuk meg, Fehérvár, tehát téged, mint neves irodalomtörténészt nyilván foglalkoztat az ő sorsa, de valljuk meg, ahogy mondtad is, itt Székesfehérváron, vagy adott esetben Magyarországon, a vájtfülű olvasó, furcsa az a jelzőszerkezeten kívül, nem nagyon sokan tudják, hogy kicsoda ő. Igen, hát egyébként számos olyan kortárs költő van, akiről sokan nem tudnak. Én most egyébként ez volt az egyik célom, mert már említettem a személyes megismerkedésünket, mint könyvkiadót ismertem meg elsősorban, és akkor jött az ötlet. Aztán ő megkért arra, hogy szólok itt az európai, a válogatott verses kötetéről is egyébként, amihez utószót írhattam, és különben is foglalkoztam már vele. Az Európai Váróterem című kötetről beszélek, ami tulajdonképpen az addigi, 2 évvel ezelőtti életművének az összegzése. Erről szeretnék azért hallani, gondolom, egy kicsit a írásból, illetve a legszebb versekhez tartozó. Igen. A legszebb versei kötetet az nem én szerkesztettem, mert neki is megjelent egyébként ez a fajta összegzése. Az Európai Váróterem az eddig legteljesebb képet mutatja a lírájáról. Egyébként azt gondolom, hogy maga a cím is sok mindent elárul, hiszen már ugye beszéltünk a hidaképítésről, beszéltünk arról, hogy a költészet mire alkalmas tulajdonképpen, és hát az európaiság, de hát ugye nála még tágíthatóbb a fogalom. Hát ha már itt az európaiságot említem, akkor azt is hozzáteszem, hogy szerintem a nemzeti irodalomhoz tartozó költők, vagy írók, és márai szövegei nagyon jó példák mindenre, úgy nemzeti írók, hogy közben európaiak is. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. Ugye ezt a két fogalmat szokták kijátszani egymás ellen, de nem a irodalomban vagy a művészetben, inkább a politikában, holott a kettő együtt van jelen, és Márainak van egy 39-es prózája éppen arról, hogy
hogy az a legfontosabb, hogy az ember az európai irodalomba, európai kultúrába vigye a saját nemzeti értékeit. Nem szó szerint idézem, de ez a lényege a mondandójának, és azt gondolom, hogy a nagy alkotók is ide sorolandók. Egyébként, ha már itt az európai Váróterem színű kötetet említettük, itt megjelenik a kötet legvégén egy addig kötetben még meg nem jelent vers, amit egyébként a Békés Csabán szerkesztett Bárka című folyamat közölt, és ez a ünnepés befejezése tulajdonképpen a kötetnek, az a cím, hogy a fecskékkel. Ebből idézhetek? Igen, szeretném. Látott szárnyalásunk látszólag véletlenszerű, fedezd fel a rendszert, a ritmust, az ütemet, a ránk bízott szöveget, elviszük messze, idegenek olvashatják, értelmezhetik ezerféleképpen, nézted a szárnyalásunkat, gyakran mondd, mit tanultál belőle. A repülős értelme, a cél, az út, a megérkezés. Szerintem nagyon szép befejezése egy kötetnek, és tulajdonképpen a költészet lényegére vonatkozik. Idézem aztán itt ebben a szövegben a Pilinszkinek azt a híres mondását, hogy nem az a fontos, hogy hányat csap a madár a szárnyával, hanem az, hogy íveljen. Ez a mennyiség és a minőség sajátos kapcsolatára utal szerintem. No, ahogy bekezdtem, illetve elkezdtük ezt a beszélgetést, felhívtam a nézőink figyelmét arra, hogy ezzel a kötettel is találkozhatnak, mikor és hol. Június 11-én 17 órakor a Szénatéri Könyvtárban lesz egy bemutató. Itt lesz az alanyom is, és ha minden igaz, akkor itt lesz Böszörményi Zoltán a kiadó, aki babérkoszorús költő, és a kötetet egyébként Elsimo László fogja bemutatni. No, hát én ígérem, hogy ott leszünk, és természetesen egy beszámoló is készül. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hiszen mondom, tehát a mi kárpát-medencei kultúránknak azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos része az ő alkotásai. Pista, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát természetesen akkor fogunk még találkozni a közeljövőben. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy olyan költőről beszélgettünk, aki mindannyiunké, Balázs F. Attila, aki ebben a pillanatban kimondhatjuk, hogy a legismertebb magyar költő a világon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.